A népszavazás a december 24-i munkanapról elbukott a héten, de olvasgatva a Facebook reakciókat, amelyek a heti napló oldalán érkeztek, a legtöbben nem is tudtak róla, hogy aláírásokat gyűjtenek a témában. A téma ettől még fontos, ugyanis, mint mindjárt kiderül a filmünkből, azért nem lehet december 24-e munkaszüneti nap, mert nagypénteket ebben az évben tették meg azzá. Tehát inkább nagypéntek, vagy inkább karácsony, vagy az egyik, vagy a másik, vagy esetleg mind a kettő, erről szól a film. Vannak olyan szakmák, munkakörök, amelyekben szinte sosincs leállás. Mindegy, hogy ünnepnap vagy hétvége, a mentők, tűzoltók, rendőrök vagy pénztárosok akkor is dolgoznak. Az emberek jó része kiveszi december 24-ét szabadnapnak. Az élet amúgy is leáll mindenütt 2 óra után, ezért logikus kérésnek tűnik, hogy legyen hivatalosan is szabadnap. Aki amúgy sem dolgozik, annak nem a szabadsága rovására megy, akinek meg muszáj, legalább több pénzt kap érte. Szakszervezetek, politikusok, köztük a most kormányzó KDNP képviselői több mint egy évtizede kérik. A javaslat mégis elbukott. Mutatjuk miért. Én azt gondolom, hogy igazából őket az zavarja, hogy ez egy ellenzéki javaslat volt. Hogyha egy 1%-os párt képviselő asszonya adja be, akkor miért szavazná meg a kormánypárti többség? Nem hiszem, hogy ez volt a fő szempont. Én úgy gondolom, talán inkább az, hogy kampányban nem igen szoktak új javaslatokat befogadni. A párbeszéd javaslata a parlamentig sem jutott, már a bizottságban leszavazták, köztük azok a kereszténydemokrata képviselők is, akik 7 éve még maguk nyújtották be ezt javaslatként. Érthető és támogatandó az a javaslat, ami december 24-ét munkaszüneti nappá tenné. Azonban elsősorban a gazdaság szereplői azt mondták, hogy 1 évben 2 új munkaszüneti nap sok lenne. Reformáció emlékévét a kormány részéről alkalmas pillanatnak látjuk, hogy a nagypéntek méltó megünneplését úgy segítsük elő, hogy azt munkaszüneti nappá nyilvánítjuk. Vagyis végső soron nagypéntek ütötte ki a nyerekből december 24-ét, amit idén tett a kormány munkaszüneti nappá. Annak ellenére, hogy azt nem sokan forszírozták, sőt, a gazdaság szereplői ellenezték. Ott értelmes vitára természetesen nem került egy sor, mert megvolt a miniszterelnöki bejelentés, innen kezdve mindenki pontosan tudta, hogy ez a dolog ki van x-elve, el van döntve. Ezek után egy magánszemély Bíró Zoltán kezdeményezett népszavazást a kérdésben. Skype-on értem el, azt mondta, saját főnöki tapasztalatai is sarkalták a népszavazás elindítására. Saját magam is tapasztaltam azt, hogy amikor december 24-ére kellett punktum berendelnem kisgyerekes családanyákat, az számomra is eléggé, hogy is mondjam, rossz volt. Tehát, hogy sokkal jobbnak tartanám azt, hogyha ezen a napon tényleg együtt tudnának lenni a családok. Szakszervezetek és pártok is beálltak mögé. 40 ezer nagyságrendű aláírásnak az összegyűjtését vállaltuk. Szeretném jelezni, rajtunk nem fog elbukni ez a történet. A szükséges 200 ezer aláírásnak azonban csak a töredéke jött össze. Bíró Zoltán szerint ez nem az ő és nem is a pártok hibája, hanem a népszavazási rendszeré. Megbonyolították bürokratikusan az aláírásgyűjtést, bevezettek egy olyan bírságot, ami elriasztotta az aláírásgyűjtők jelentős részét az aláírásgyűjtéstől. Mint már mutattuk, nagyon logikusnak tűnik, hogy december 24-e szabad nap legyen. De ha ennyire logikus, de mégsem az, akkor bizonyára vannak ellenérvek is.
A vállalkozói érdekképviselet vezetője Dávid Ferenc nem is egyet sorolt fel. Ugye Magyarországon ennek az évnek az első napjáig ugye 10 munkaszüneti nap volt, hogyha december 24-e is ránk köszöntött volna a munkaszüneti napként, akkor 12 lenne. Egy picit, ha megengedi, elviccelve a kérdés. Ha egy gazdaság 3-3,5%-kal nő, akkor a munkaszüneti napokat évente nem kéne 20%-kal növelni, már pedig a 10-ről 12 ezt jelenteni. Persze, nagyon sokan nem dolgoznak december 24-én. De hogyha munkaszüneti nappá teszem, azokon a helyeken, amit ön mond, ahol folytonos, folyamatos, vagy nemzetgazdasági szinten megállíthatatlan, gondoljon az egészségügyre, a közlekedésre, néhány termelőüzemre, sok nem lehet belőle, a fegyveres erőkre és az összes ilyen jellegű tevékenység, a határvédelemre, ott nekem a munkaszüneti napon 100%-os bérpotlékot kell fizetnem. Na ne legyen már mindegy, sem a gazdaságnak, sem a közszférában, mert ott is ki kell fizetni, hogy arra a napra, amikor egyébként, ha normális menetben kellene ezeknek a különleges státuszban levő embereknek dolgozni, ez több százezer ember, akkor, hogy ezt most ki kell fizetni 100%-os pótlékkal, vagy nem? Arról nem beszélve, hogy egy munkaszüneti nap 70-80 milliárdos kiesést jelent a gazdaságnak, és egyébként az uniós gyakorlat sem támasztja alá a létjogosultságát. Mivel egyházi szempontból nem ünnep 24-e, a legtöbb uniós országban nem is szabad nap. A 28 tagállamból mindössze Csehországban, Szlovákiában, a balti államokban és Dániában szabad nap. A legnehezebb helyzetben a kereskedelemben, szolgáltatóiparban dolgozók vannak. Nem életmentő a munkakörük, mégis szabadságként is nehezen kapják meg 24-ét. Az egyik nagy áruházlánc parkolójában találkoztam Hoványi Zsolttal. Évek óta karácsonykor és szilveszterkor is ő zárja az áruházat. Így igazán tudja, milyen dolgozni, míg az emberek jó része már otthon díszíti a fát. El tudnak menni ünnepek alatt szabadságra? Kiadják? Kiadnák, tehát a törvény engedné, de megpróbálják a szabadságok nagy részét a novemberi hónap kezdetéig kitolni, hogy decemberi hónapban már ne nagyon legyen szabadságoltatás, sem vezetők, sem dolgozók részére. Próbálják úgy megírni a beosztást, hogy a nem családosok zárnak az ünnepekkor, de azért én is vidéken lakom, hiába dolgozok itt a fővárosban. Nekem is valahogy 2 után le kell jutnom vidékre. Mindenkinek segítség lenne az, hogyha azon a napon nem nyitnának ki egyáltalán a boltok, szerintem. Mivel a kereskedelemben alapból ugye hiány van, ezért alapból van egy leterheltség, amit ugye az ünnep folyamatosan fokoz is. Azzal, hogy közeledik az advent, illetve ugye a december 21-i ünnep, még jobban feszültebbek és még leterheltebbek a dolgozók. Van rossz érzés 24-én önökben, amikor ugye mindenki, aki még vásárol, az már azért vásárolhat, mert már szabad. Igen. Önök meg még mindig dolgoznak. Rossz érzés bennem nincs, mert mióta dolgozok, mindig zárok karácsonykor, tehát nem tudom, milyen az, hogyha nem dolgozok. Úgyhogy bennem rossz érzés nincs, néha furcsasággal tölt el inkább az a mennyiségű vásárló, aki még 2-ig beér az áruházakba. A piac többi szereplője viszont próbál előnyre szert tenni a szabadnapok kiadásával. Épp a kereskedelemben óriási a verseny a jó munkaerőért is. Ezért nem csoda, hogy vannak olyan cégek, amelyek megpróbálnak kedvezni valahogy a munkavállalóiknak. Ez az üzletlánc például saját maga döntött úgy, hogy december 24-ét kiadja a munkavállalóknak szabadnapnak. Egy másik üzletlánc pedig azzal enyhít a dolgozók karácsony előtti terhein, hogy advent vasárnapokon nem tervez hosszabbított nyitvatartást. Én hiszek abban, hogy több szabadság, hosszabb élet. Tehát a magyar munkavállaló éves szinten, Európai Uniós összehasonlításban 100-200 munkaórával dolgozik többet, tehát a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóról beszélünk, mint mondjuk egy német munkavállaló vagy egy osztrák munkavállaló. Sőt, ez még a szlovák munkavállalókra is igaz. És ahol több idejük van az embereknek pihenni, regenerálódni, bizonyítottan tovább is élnek az emberek. A magyarok pedig szabadság alatt se nagyon pihennek. Egy korábbi kutatás szerint minden második magyar karácsonykor is dolgozik. Aki nem, azoknak is a 32%-a 24 órás rendelkezésre állásban van, és minden második munkavállaló fogadja a céges e-maileket, telefonokat.
Na de akkor jöjjön a végére egy jó hír. Sőt, mivel Harrach Péter mondja, nevezhetjük kormányzati ígéretnek is. Mindenkinek, a társadalom egészének függetlenül vallási hovatartozásától fontos december 24-e, mint családi ünnep, az előbb-utóbb munkaszüneti nap lesz. Ha számít az a véleménye megerősítésére, hogy én meg szoktam engedni a munkatársaimnak, hogy hazamenjenek ezen a napon. Valószínűleg nincs olyan ember, aki egy népszavazáson nemet mondana arra, hogy az állam egy újabb szabadnapot adjon neki. A népszavazási kezdeményezés mégis elbukott, úgyhogy most az államtól várja mindenki, hogy egyszer csak december 24-ét ünnepnappá nyilvánítsa. Ez leginkább azokat érinti, akik egyébként is az évben a legtöbbet dolgozzák. A heti naplóban Benyó Rita riportját látták.